Sziasztok gyerekek! Juhászkozma Kozma Szuzanna vagyok, Csantavérről érkeztem a Hunyadi János Általános Iskolából. A mai magyar órán nyelvtannal fogunk foglalkozni, a nyelvtan könyveteket már elő is készíthetitek. Kezdésnek hoztam nektek Fehér Ferenctől egy kis idézetet, Leánynév soroló című verséből néhány sort. Márta szeme még mint pogárka, Magda szép szírom az arca, Klára eperszem a szája kiemeltem nektek három szót. Figyeljétek meg, hogy vajon ezeknek a szavaknak mi lehet a szófaja. Ha megfigyelitek, akkor mind három szó egy élő nevez meg, egy kislányt, és azok közül is, ugye tanultuk, hogy a főnév, Két csoportba osztható, köznévre és tulajdonnévre tudjuk felosztani ezt a nagy családot. Ezek közül is a tulajdonnevek csoportjába tartozik ez a három szó, ugyanis a saját egyedi nevüket írja körül a lányoknak. Vagyis a három kiemelt szó a Márta, Magda, Klára, a lányok saját neveit mutatja be nekünk, és ez a három név, ez a három tulajdonnév, keresztnév vagy utónév. Nézzük meg, hogy ki ennek a kis versrészletnek az írója, költője. Fehér Ferenc, ez a költőnek a teljes neve, Fehér a vezetékneve vagy a családneve, és Ferenc a keresztneve vagy utóneve. Azokat a tulajdonneveket, amelyek a az embereknek a saját nevét nevezi meg, azokat személyneveknek neveknek nevezzük. Beszéltünk már róla a múlt órán, hogy a tulajdon neveknek is több fajtája van, az szerint, hogy mit is neveznek meg, minek a saját nevét prezentálja elénk, így beszéltünk a személynevekről, amelyek embereknek a neveit fejezik ki, állatnevekről, földrajzi nevekről, égitestek neveiről, műcímekről, intézmények megnevezéséről, és a márka nevekről is szót ejtettünk. Ma pedig csak ezzel az egy kis csoporttal foglalkozunk, a személynevekkel. Tehát a Márta, Magda, Klára egy személynév, mert ez a lányoknak a kereszt nevét fejezi ki. És téged hogy hívnak? Ha kinyitod a munkalapokat a 42. oldalon, ott az első feladatnál válaszolhatsz is erre a kérdésre, írd le a családnevedet helyesen és az utónevedet. A családneved a vezetékneved más néven, az utóneved pedig a keresztneved. A második feladatban adatokat kérünk tőled, az Édesapád nevét írd le. Az édesanyád nevét, az anyai nagyapád nevét, vagyis anyának az apukájának a nevét, és az apai nagyanyád nevét, vagyis apukádnak az anyukájának a nevét. Ez egy kis családfakutatás is. Jegyezd meg, hogy az emberek a saját egyéni nevük szerint is megkülönböztethetőek, az emberek saját nevét, tulajdon nevét, ahová tartozik a vezetéknevünk, utónevünk és a becenevünk is, ezt a tulajdon névcsoportot személynévnek nevezzük, a személy neveket pedig mindig nagy kezdőbetűvel írjuk. Láthattad ezt az előző példákban is, és most, hogy már így pirossal kiemeltem neked, akkor gyorsan nézd meg, hogy az előző feladatban, amikor a saját nevedet és rokonaid neve, nevét kellett papírra vátned, akkor mind nagy kezdőbetűvel írtad-e. Olvassuk el Nemes Nagy Ágnes kilakik az utcában című versét, és keressük meg a tulajdon neveket. Hogy mi nálunk kilakik? Mindig látni valakit. Labdáért a kocsi útra, mosszalad ki Magdi, Jutka. Itt van András, Andrea, Bandi bácsi kisfia, itt a Szűcs, és nagy szerencse, itt lakik még Barna Bence, Olga Otto Orsolya, kedvencük a korcsolya. Na hát akkor válasszuk ki a tulajdonneveket, hogyha eddig figyeltél az előző órákon, akkor tudod, hogy a nagy kezdőbetűs szavakra kell fókuszálnunk, és akkor biztos, hogy szerencsénk van a tulajdonnév halászatban. Nézzük az első verszakot. Itt található Magdi és Jutka, ez a két tulajdonnév. A második versszakban több példát is találunk, az első sorban András és Andrea szerepelnek, a második sorban Bandi, a harmadik sorban Szűcs, a negyedikben Barna Bence. és az utolsó sorban három darabot is találhatunk, az utolsó előtti sorban, bocsánat, Olga, Otto és Orsolya. Írjuk ki, ezek a tulajdon nevek közül csak a keresztneveket. Hogyha megfigyeltétek, akkor mindegyik egy személy név, de nem mindegyik keresztnév. A Magdi és a Jutka, az bizony keresztnév. A Magdi egy becenév is, ugye a Magdolnának vagy a Magdának a becézet alakja. Keresztnév még az András, az Andrea, a Bandi is, tudod-e, hogy a bandi minek a beceneve, melyik névnek? Az Andrásnak. Keresztnév még a Bence, az Olga, az Otto és az Orsolya. Itt találhatod leírva is ezek a keresztnevek. Található benne két vezetéknév is, melyek ezek? Ez a Szűcs és a Barna. Most naposzt fel az olvasókönyvvel tartalomjegyzékét, és ír ki három írónak és három költőnek a nevét. Én is kerestem néhány példát. Az első az egy költő, hogyha van kedved, akkor játsz velem. Ez a költő írta az Itt van az ősz, Itt van újra című verset, amelyel év elején már megismerkedhettél. Ő pedig nem más, mint Petőfi Sándor. Ezután egy író nevét találtam, egy író nő nevét, aki a Valaki jár a kertben című szövegrészletet írta, vagy a, a szöveg részletét találhattod meg az olvasókönyvedben. Ő Mírni Zsuzsa. A következő Nagy László. emlékszel -e, hogy melyik versét ismertük meg idén? Ez a dióverés. Móri Jigmonna melyik elbeszélését taglaltuk az idei évben, harmadik osztályban, a nehéz négy krajcáros. Lázár Ervintől olvastuk az öreg apó madarait, és az előző órák egyikén ismerkedtünk meg Szabó Lőrinc Esik a Hó című versével de hogyha más példákat írtál, azok is rendben vannak. Arra ügyelj, hogy a költők nevét a költők sorába írt, és azok, akik prózai műveket írtak, elbeszéléseket, az ő nevüket a felső sorba írd le. Összegyűjtöttem nektek néhány személynevet, vizsgáld meg, vajon ezek keresztnevek, vagy vezetéknevek, vagy esetleg vegyesen található ez is, az is. Mindegyikből hiányzik betű, és, ezek, ez, és ki kell pótolnunk a hiányzó betűkkel. Mi lehet az első? Az az ibolya. Ügyelj a helyes írásra, elipszilonnal írjuk az ibolyát. A következő a gárgály. Itt is elipszilont kell használnunk. Nézzük, egy női név következik, Julianna, két n-nel írja a nevét. Brigitta, megkettőzzük a tét. Csilla, két el szerepel ebben a névben. Károly is elipszilonnal írja a nevét. Az orsolyák is, és az Anna Mária névben mindig két án szerepel. Másoljuk le betűrendbe ezeket a kiegészített személyneveket. Mindegyik ugye egy keresztnév. Melyik lesz az első? Hát az A betűvel kezdődő Anna Mária. A második, van egy B betűsünk is, a Brigitta. C betűsünk nincs, de itt van Csével Csilla, a következő Gergely, Gergely után Ibolya jön a sorban, majd Julianna, a következő Károly, és ezután legvégül Orsolya szerepel a névsorban, hogyha csak a személy neveket tesszük ABC sorrendben. Ezt a feladatot a munkalapokban a 43. oldalon te is meg tudod csinálni. Vannak összetett családnevek is. Az én vezetéknevem is két részből áll, Juhász Kozma, de ezt én külön írom, ez nem összetett családnév, viszont az összetett családneveket egybeírjuk. Ezek már olyan régóta együtt használatosak, hogy összefortak. Ilyen például a Kispál, Vörösbaranyi, Szentpáli. Alkos a megadott lehetőségeket felhasználva te is összetett családneveket. Kössük össze az egyik oszlopban szereplő vezetékneveket a másik oszlopban szereplő vezetéknevek nevekkel, így alkotva egymásnak párt, és ezekből képezve összetett családneveket. Vajon a nagynak mi lesz? Volt kis pál, akkor itt valószínűleg lesz egy nagy pál is. Nézzük a mély. Vajon mély Imre, mély Vári vagy mély Kúti? Mély Kúti lesz a helyes megoldás, és akkor két lehetőség közül választhatunk még Fehér Imre vagy Fehér Vári. Fehér Vári a földrajzi névből is kiindulva egy kis támpontot adva, és a kis Imre lesz a negyedik összete családnevünk. Ne felejtsd el, tehát amikor a tankönyvedbe írod ezeket a családneveket, egybeírjuk őket nagy kezdőbetűvel. A következő feladatban beceneveket találsz, és próbáljuk megfejteni, hogy melyek lehetnek az eredeti keresztnevek, amelyeket becéztünk. Ez nem túl nehéz feladat, a Laci a Lászlónak a becézése, a vali a valéria, de lehet a valentinának is, én már hallottam valentinát is valiként becézni, Kares, a károlynak a becézése, a mihályokat becézzük misiként, a máriákat mariként, és etuskának becézzük az etelkákat. Másold le betűrendbe ezeket a keresztneveket. Én most ezeket nem mutatom, csak, el, csak elmondom szóban. Melyik lesz az első, hogyha betűrendbe kell sorolnunk. Az bizony elbetűvel az etelka. A sorban a Károly követi K betűvel, KL, László és KLM itt két M betűs keresztnevünk is szerepel, akkor ilyenkor ugrunk egyet a második helyre, hogy mi szerepel a második helyen, milyen betű, A és I, melyik van előrébb a betűrendben, az A, tehát a Mária követi a Lászlót, azután Mihály, és legvégül Valéria szerepel a keresztnevek névsorában beszélgettünk már a köznevekkel és a tulajdonnevekkel kapcsolatban is a Valver ragról. Azt is elmondtam, hogy ez egy igazán jól rejtőzködő rag, hiszen a V betű átalakul, hogyha olyan köznévhez vagy tulajdonnévhez kapcsoljuk, amely mással hangzóra végződik, akkor azzá a mással hangzóvá alakul. Nézzük, így lesz a Péter plusz rel rag, vel rag, Péterrel, a következő a gáspár, plusz val gáspárral, megdupláztuk az r Tamás, Tamással, itt is látod, kiemeltem pirossal, Ingrid, Ingriddel, hosszú dét kell írnunk, Emil, Emillel, áron, áronnal, és ugyanennek a mintájára, milán, milánnal. Láthatod, hogy habál. Valverragot kapcsoltunk hozzá, a V betű nem látszódik, átalakult a mással, azzal, azzal, a mással hangzóvá, amihez végül is hozzá kapcsolódott a szó végén. Le is írtam nektek ide ezt a kis szabályt, a mással hangzóra végződő névszóhoz kapcsolódó valverra kiejtésben és írásban is átalakul. Ezért egy kicsit nehéz felismernünk, ugye, hogy mit is kapcsoltunk hozzá, ez közneveknél és tulajdonneveknél is megfigyeltük már, víz plusz vel, víz ezzel, és mivel most a személynevekről beszélünk, Gábor pluszval, Gáborral lesz kiejtésben és írásban is. Vannak ám bizony érdekes szavak, amelyekről első hallásra nem is tudjuk eldönteni, hogy tulajdonnevek vagy köznevek, de nem mindegy, ám a maga a szöveg környezet miatt sem, és a helyes írás szempontjából sem, hogy mire gondolunk egy csokor rózsával leptem meg édesanyámat, Vajon kisbetűvel, vagy nagybetűvel kell itt írnom azt, hogy rózsa? Ugye, hogyha köznévről beszélek, akkor kiskezdőbetűt kell használnom, hogyha tulajdon beszélek, akkor pedig nagykezdőbetűvel. A rózsa itt a növénynek, a, annak a virágnak a közös elnevezése, annak a fajta virágnak ezért kis erbetűt használok, de viszont a következő mondatban délután rózsa átjön hozzám játszani. Itt a barátnőmre gondolok, akinek a neve rózsa, itt nagy kezdőbetűvel írom a nevet. A mezőn virágot szettünk itt ugyancsak a növényeknek a közös elnevezéseként szerepel a szó, és ezért kis V betűvel írom, hogy virág, viszont hogyha azt mondom, hogy a legjobb barátomat virágnak hívják, akkor nagy kezdőbetűvel, mert az ő, ez az ő tulajdon neve, amely előtt megkülönböztetjük, és ez az ő keresztneve. Az erdőben nyílik már az ibolya, kis ibetűvel szerepel az ibolya, hiszen most itt csupa véletlen, de mind valamilyen növénynek, virágnak a megnevezése, és ez egy közös név, egy köznév, a következő mondatban pedig a héten ibolya és bogi a hetes, itt a kislánynak a tulajdon keresztnevére gondolunk, ezért nagy ibetűt használunk. Nézzük a foglalkozás neveket és a családneveket. A foglalkozás nevek szinte a legrégebbi családnevek, amelyek ugye hozzá tapadtak a keresztnevekhez, és szép lassan vezeték nevek ki alakultak. Ezek a megnevezések. Régen ugye volt esetleg, akinek juhász volt a foglalkozása, és ez szép lassan átalakult, és vezeték névként használták na hát az én nevem is ilyen szerencsés, hogy egy jó példával tudok szolgálni, a tanító neve Juhász Kozma Szuzanna, ugye ez én lennék, és itt mivel az én nevemről van szó, a tulajdon nevemről, ezért nagy J írom, de viszont a Juhász tereli a itt a foglalkozásról beszélünk, ezért kis jével írjuk. A tanító néni Kovács Peti mellé ültetett, itt a kovács vezetéknévként szerepel, és lovat patkol kovács. Ez egy foglalkozásnév. Foglalkozás közös megnevezése, kis k betűvel ír, írjuk. Gyűjtsünk még olyan főneveket, amelyek tulajdonnevek és köznevek is lehetnek. Erre nagyon jó példák a foglalkozásnevek. Én összeírtam néhányat, hát ha neked is eszedbe jut ennek mintájára még néhány hasonló példa. A Nemes Nagy Ágnes versben is szerepelt a szűcs, de itt van az ács, pap, bognár, lakatos, kőműves, ezek mind foglalkozásokat jelölő szavak, de hogyha nagy kezdőbetűvel írod őket, akkor vezeték névként szerepelnek. Végezetül egy betűrejtvényt hoztam nektek, ezt a betűrejtvényt a 44. oldalon megtalálod, ez a hetedik feladata azon az oldalon. El kell döntenünk, hogy mely keresztnevek szerepelhetnek, mely keresztneveket rejthették el ezek a feladványok. Látunk egy D betűt, amin van egy S. d az S, az nem más lehet, mint a dénes. Van egy L, azután ek következnek, l ek, ez az elek. Nézzük a harmadik példát. A, an szerepel az iko, an, niko. Itt alul van egy B betűnk, egy L és egy A, de az E nem kell figyelembe vennünk, B, L és A, Béla. Van egy S, T és R, a T-nél az e nem kell ejtenünk, ezért lesz Eszter, és van egy M, S és E, ezt, hogyha egybeolvasva kimondjuk, akkor MSA. -E. Ismételjünk még a végére. Ma a főneveknek egy csoportjáról beszéltünk, a tulajdonnevekről, ezen belül is a személyneveket emeltük ki különösképpen. A személynevek nem mások, mint az emberek saját egyedi ö, neve. A személynevek állhatnak családnévből, ez, ezeknek a másik megnevezése a vezetéknév és keresztnévből, utónév, ide tartoznak a személynevekhez a becenevek is. A személyneveket pedig mindig nagy kezdőbetűvel írjuk. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, ezekkel a feladatokkal remélem, hogy sikerült megtanulnotok, hogy a személyneveket mindig nagy kezdőbetűvel írjuk, és találhattatok néhány érdekes példát is, hogy, hogy mennyire különbözik a szavaknak a jelentése, hogyha kis kezdőbetűvel írjuk, vagy pedig nagy kezdőbetűvel. Köszönöm szépen a figyelmeteket!